Ez itt a rapterápia, tesó a rapterápia, szakít a rapterápia, üvölt a rapterápia, fülesben rapterápia, kocsiban rapterápia, hangfalból rapterápia, most szól a rapterápia. Bólogató szép estét kívánok mindenkinek, ez itt a Rapterápia, ez FM 92.4 Maxi Rádióban, a rapterapeuta ezúttal is Bíró Dávid, és ma esti vendégem Inn Lakes, a.k.a. Fellegi Ádám, aki is már itt is ülhetem a stúdióban. Csáó, szia-szia! Szia, jó estét kívánok! Hát és nagyon sok mindenki szerintem még a hip-hop szcénán belül sem ismert téged feltétlenül, úgyhogy ezért majd végigmondjuk kicsit a pályafutásodon, illetve egy kis apró mozaik morzsának azért elmondom, hogy te nem is feltétlenül a hip-hop világba tartozol a saját bevallásod szerint. Nem feltétlenül. Három évvel ezelőtt elkezdtem egy ilyen jellegű projektet csinálni, de nem katalogizálnám ezt a dolgot. A zenémet sem, meg ezt az irányt sem. Nem is mondanám, hogy vegy tiszta hip-hopról van szó. Egész egyszerűen zenei korlátok nélküli magyar ritmikus költészetről van szó. De egyébként amit csinálsz, tehát magát rappelésnek hívod, ahogy igen, hát egyébként van? Igen, mert magyar rap. Magyar, uh-huh. ami eleve már egy ellentmondás, hiszen a rap az már eleve egy amerikai költészet, tehát hogy magyar rap kicsit furcsa ezt így behatárolni, de ezért szoktam azt mondani, hogy ritmikus magyar költészetről van szó. Világos, egyébként a műsorot hozzá lehet szólni, SMS és Viber számunk 06 30 529 0755-ös, itt lehet nekünk írni, vagy akár Facebookon keresztül is, ha fölmentek a Facebookra, ott a Rapterápiát megtaláljátok, facebook.com/rapterapia gyöngyös, és ott üzenet formájában lehet nekünk írni. Valamint nézhettek minket akár kamerán keresztül is, hogy fölmentek a Maxi Rádiónak a weboldalára, ott a kamera linkre klikkeltek, akkor egy VLC player-t pillanatok alatt meg lehet találni neten, és akkor lehet minket élőben nézni. Javaslom, hogy a Chrome-ot mindenki kerülje el, az nem nagyon szereti a bővítményeket, tehát javaslom a Firefox-ot vagy az Explorer-t használni ezekre a megtekintésekre a kamerán keresztül minket a weboldalunkon, még egyszer mondom. Na, csapjunk bele a lovak közé. Kezdjük a neveddel. Nem nagyon szeretek a nevekkel foglalkozni általában, nem szoktam megkérdezni, kinél mit jelent, meg stb. Hogyan alakult ki, de nálad egészen speciális eset van, ugyanis a névnek nagyon fontos jelentése van. Inn Lakes, ha minden igaz és a kutatásaim igazolnak, akkor ez egy maja köszöntés, egy ősi maja köszöntésről van szó. Annyit jelent, hogy én egy másik te vagyok. Hát igen, és igazából ez a jelentés erősen leképezi azt, hogy nagyjából miről lehet szó a te szövegvilágodban. Direkt így választottad ehhez a nevet egyébként? Igen. Röviden is. Oké, rövid, tömör válasz, világos. Oké, ez az Inn Lakes, ez egy egyfős zenei projekt. Tehát te vagy a beatmaker, a szövegíró, aki rappel, tehát minden. Igen, tehát gyakorlatilag mindent te csinálsz, még a marketing részt is. Igen, sejtem igen, én. Igen. Aha, ez azért van, mert nem találtál magad mellé olyan társakat, akik ugyanezt a zeneiséget képviselik, vagy egyszerűen így egyedül minden könnyebb? Is. 17 éven keresztül játszott, 20 éve, nem tudom, 10x, 7, 8, 20 éven keresztül játszottam különböző zenekarokban, és az általános tapasztalatom az, hogy a fasizmus működik, vagy hát az működik, hogyha teljes elnyomás van. Lehet demokráciában is zenekarokat üzemeltetni, de persze vannak erre jó példák számtalan, de nekem valamilyen nem működött. Az a tapasztalatom, nekem így a legegyszerűbb. Bemegyek a stúdióba, hogyha kell hangszert följátszani, följátszom, felreppelem, producelem, és utána eladom, szélzelem. Tehát, hogy amit kell, azt inkább elvégzek vele, mert túl sok keserű tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Valami mindig eltörik a dobverő, hamis a gitár, bereked az énekes, próbaterem kulcs ott marad, nem tudom. Tehát, hogy számtalan ilyen dolog, ami tényleg az ember agyára megy, és 37 éves vagyok, nem szeretnék már olyan dolgokkal foglalkozni, ami hátráltat ebben az egészben. Ezért én egy személyben vállalom a felelősséget, legyen szó zenéről, legyen szó a szövegről, legyen szó a promócióról, és ezért nem hagyok itt kiskapukat, nem hagyok... Hogyha valamit elrontok, akkor azt én elrontottam, és azért vállalom a felelősséget, pont. De hogy más miatt nem fogok idegeskedni már. Ugye említetted, hogy nem tudom, 10x éve ugye zenéléssel foglalkozol. Milyen hangszereken játszol? Mert ez is ritka, hogy egy rapperőadó hangszeren játszik egyáltalán. Hát, 20 évet doboltam, tehát hogy az fontos, és 20, nem tudom, lehet, hogy 5 évet gitároztam. A gitározás az fele annyira sem ment jól, hiába a nagyobb időintervallum.
Hát meg mi, ami, hogyha a kezembe kerül egy hangszer, akkor egy, tehát egy idő után kitapasztalom nagyjából, most például egy furuját kaptam születésnapomra, és az egyéves kislányomnak szoktam furujázni otthon. Tehát, hogy igazából kellett egy másfél hét, de most már Lord of the Rings témákat játszok neki, úgyhogy nem tudom. Tehát, hogy a zenei multitalentum volt gyakorlatilag. Hát, az egy kicsit erős, de igen, tehát, hogy alapszinten, vagy azon a szinten, amire nekem szükségem van, azon elpötyögök bármin, szerintem. Ezt úgy képzeljük el, mint hogyha valaki még egy számítógépes programmal először találkozik, arra előbb-utóbb így rájön, hogy mi, hogy merre van, de igen, ugyan, igen, vagy hangszerrel ugyanezt így meg tudod csinálni. Igen, nagyjából igen. Stúdióban elégséges ez, hiszen most ugye a digitális felvételek korában ugye Ctrl-C, Ctrl-V, egyszer elég eljátszani egy témát, legyen az zongora, vagy cselló, vagy mit tudom én, és akkor utána azt már lehet másolgatni, ugye nem kell végigjátszani, mint az analóg korban egy 5-8 perces dalt, hál' Istennek ugye ilyen szempontból. Tehát, hogy amilyen szinten nekem szükségem van a hangszeres tudásra, az megvan. Én elég... Bocsánat, igen? Nyilván egy igazi komoly zenész, az nyilván kinevet. Tehát, hogy ez egyértelmű, és ez nem, hát, hogy ez van, persze nem is bánom. Tanultam ugyan énekelni 8 évig, de más hangszeren kifejezetten nem tanultam játszani, ez mind autodidakta módon történt. Tehát nyilván egy tanult zenész, az ki fog nevetni, hát ez egyértelmű, de hát nézd, nem különösebben érdekel, az elmúlt 20 évben készítettem 20 lemezt, és beturnéztem a kontinens nem egyszer, nem kétszer, tehát mit tudom én, az AC/DC-be se kell tudni dobolni, annyira tudni, mégis megy 40 éve a projekt, tehát hogy na. Szóval... Igen, nem feltétlenül a zenei képzettség határozza meg, hogy egy zenekar vagy egy előadó mennyire annyira tud úgymond előtérbe kerülni. Na de ugye említetted ezeket a turnézásokat, hogy a több zenekarban is játszottál, mesélj kicsit róluk, ezek rohadtul nem hip-hop zenekarok. Nem, semmi, ennek semmi köze nem volt, ezek metal, hardcore és punk zenekarok, vagy ezeknek a különböző permutációi voltak. 15 évesen egy hardcore punk, jó, igazi, gyors, feszes, arcba mászó, arcba kiabáló zenekarral kezdtem, és utána jöttek a következő, egyre finomodott a zeneisége ezeknek a projekteknek, és ezáltal ugye egyre több lehetőséghez is jutottunk, még úgy is, hogy ez a rendszerváltás után nem sokkal volt, tehát hogy nekünk még ott bőven kellett útlevelet vinni egy turnéra, vagy volt olyan, hogy vagy előfordult olyan, hogy egész egyszerűen nem juthattunk még át a határon. Ennek ellenére rengeteg lehetőséghez jutottunk ezáltal, hogy finomodott egy picit a zenei hozzáállás. Ettől persze még egy ordibálos, kőkemény, villámgyors, hardcore, punk, metal muzsikáról volt szó, de azért kitapostuk magunknak ezeket az ösvényeket, és mi, tehát, hogy beleraktunk mindent. Igen, erre akarok kicsit kitérni. Ez egy internetmentes világ volt. Úgy van. Annó, hogyan működött az, hogy mondjuk elérjél sikereket, hogy koncerteken léphessél föl? Kellett tudni angolul elsősorban, és ez, lássuk be, ez azért a 90-es évek végén azért nem volt annyira mindennapos az angol, mint most, és az a durva egyébként, hogy most se annyira mindennapos az angol. Sajnos, igen. Tehát, hogy még mindig nem tudunk angolul egyébként, az a durva, de hogy akkor még kevésbé, tehát, hogyha valaki a menedzsment volt a zenekarban, annak tudnia kellett kőkeményen angolul, és hát igen, letelefonálni, lefaxolni, levelezni, tehát le... Igen, posta, kézzel illet. Posta, igen. Izé, föladod, nem tudom, és mondjuk így leszervezni egy 6-7-es turnét, az mondjuk egy évbe beletelt például. Promóciós példányokat elküldeni, stb. Tehát nem az volt, hogy figyelj, itt a Facebook szájton, meg a nem tudom, itt a YouTube link, és akkor mennénk, hi, hello, hanem ott és akkor összeszervezni, és akkor nem volt GPS, és nem volt, nem tudom, tehát kinyomtatott útirányok, meg mobiltelefon is, azt hiszem, hogy talán egy volt akkor a brigádban, és akkor arról ment mindenféle. Tehát, hogyha elmentünk 3 hétre turnézni, akkor az volt, hogy sziasztok, 3 hét múlva jövök, és akkor 3 hét múlva jöttem, tehát nem az volt, hogy rádírok, vagy felhívlak, vagy mit tudom én, nem volt akkor még ilyesmi. Tehát nyilván ezt egyen nehezebb volt akkor összeszervezni, de ez ennek is, tehát ennek ez volt a szépsége akkor, hogy nem, ez ott az egy igazi kalandpark volt, mert most akkor vagy oda találtunk, vagy nem, vagy izé, vagy nem, tehát hogy na, szóval...
Na igen, igen, tehát mondjuk mi volt az ilyen legdurvább sztori, amikor így az éjszaka közepén, a senki hát a közepén voltatok, és ilyen kerestétek a jó utat, vagy ilyesmi voltak? Számtalan. Igen, ez sok volt ilyen? Rengeteg, persze. Menjünk át azon a fahídon, de hát ki van írva, hogy nem bírja el a 2 tonnát, de hát akkor mi jó, akkor gyorsíts, és akkor vagy átérünk, vagy nem. Itt tudom én, számtalan határokon, miszlikre, busz miszlikre szedése, nem tudom, 24 órát átsorgás határon, merchandise, igazoló papírok, adópapírok nincsenek meg. Jó, akkor a merchandise itt marad, és akkor a vámos is, nem tudom, ilyen-olyan pólóba volt, ami éppen akkor a zenekarom neve, vagy... Szóval, tehát borzasztó, hát rengeteg ilyen sztori, persze a busz, nem tudom, 9 személyes, 3 személyre levizsgáztatva, és akkor minden határon a 6 személy átgyalogol, megvárjuk a váltást, hogy ne legyen feltűnő. Tehát persze, rengeteg ilyen iszonyú kemény. Meg hát ugye akkor abban az időben mentünk le, és akkor szerb-horvát dolgok, akkor elég erősen ott eléggé ki voltak élezve, és például akkor egy amerikai zenekarra mentünk, és nem tudtuk, hogy most már, hogy iszonyúan meg fognak verni, vagy felgyújtják a buszunkat, vagy nem tudtuk, hogy mi lesz. Tehát, hogy igen, tehát hogy sok ilyen kalandos sztori van egyébként. Igen. Hát igen, akkoriban mondjuk úgy, hogy elég forró volt a helyzet, akkor a délszláv helyzet, abszolút. Egyébként, ahogy én azt látom, ennek ellenére ezek ilyen pozitív élmények. Abszolút. Számodra. Abszolút. Tehát, hogy az ember 20 évesen, én nem tudok ennél jobbat kitalálni egy 20 éves embernek, mint hogy vegye a nyakába a világot egy hátizsákkal, meg egy iszonyú büdös turnébusszal. Tehát ennél nem tudok jobbat. De élettapasztalatgyűjtés miatt? Hogyne. Hát ez egy olyan személyiségfejlesztő élmény orgia, hogy minden egyes turnéról, hogyha 2 hetes volt, hogyha 2 hónapos, teljesen mindegy, egészen más emberekként jöttünk haza. Hát és megtanultunk angolul, persze kőkeményen, az se egy hátrány, de hogy igen, tehát hogy ez itt iszonyú durva személyiségformáló szerepe volt ennek az egésznek. Teljesen más ember lennék, hogyha nem csináltam volna ezeket a dolgokat. Mennyire voltak vevők mondjuk a tizenétekre egyébként a külföldön? Ez nem volt fontos? Nem, de hogy, vagy hát akkor lehet, mit tudom én, de hogy gondold el, tehát hogy igen, tehát akkor nem volt internet, nem volt ilyesmi, tehát kiküldtünk egy promóciós példányt, a promóter kinyomtatott 20 darab plakátot, és akkor nem tudom, beérkezett egy magyar zenekar, mezít láb, mit tudom én, nagyon rossz hangszerekkel beérkezett a helyre, és akkor ott az éppen a lokál punk klubba, aki ott volt, az ott volt, aki meg nem. És hogyha már viszont másodszorra mentünk vissza, akkor már lehet, hogy 2-szer annyian volt. Ugye a harmadszor, érted? Tehát, hogy ez így működött. És ha jól emlékszem, a legelső Európa turnénk az, nem tudom mikor, 2000 környéken, vagy 99, nem tudom már, mindegy. Az a lényeg, hogy átlag 20-30 fő. És foglalt házakban, vagy kis ilyen kultúrhálle, tudod, ilyen nagyon pici, ilyen íze, és akkor szintén taknyos 10 éves promóterek csinálták, mert szívből, szerelemből csinálták, és szívesen láttak minket bárhol. Hát itt voltak 20-an, voltak 30-an, tök mindegy, volt, ahol voltak 200-an, de azt gondolom, hogy akkor tök mindegy. Nem ezért csináltatok. Tehát a fogunkkal is elhúztuk volna a turnéba, az teljesen mindegy, hogy örültünk annak, hogy elmegyünk mondjuk Rómába, és ott van 40 ember, és megvesznek 20 CD-t. Hát ez egy óriási, óriási dolog volt akkor 19 éves fejjel, hogy ez, és mondjuk szétszették a koncerthelyet. Tehát, hogy ez óriási dolog. Hát 40 emberért annyira voltunk hálásak, hogy de hát ez így van jól. Én azt gondolom, hogy ez így van jól. Én nem értem azokat a jelenségeket, hogy ez mostanra YouTube, meg ezeknek a dolgoknak a segítségével erősödhetett föl, ez így, hogy egyik pillanatra a másikra, egyszer csak azt látom, hogy mit tudom én, hogy van egy 10 milliós megtekintés, hogy van egy teltházas XY aréna koncert, egy olyan zenekarnak, mondjuk akár itt Magyarországon, és soha az életemben nem hallottam. És hát az nyilván nem egy 20-30 éves zenekar, hanem az így, nem tudom, valaki belepakolt X összeget, és akkor nem tudom, és akkor online ez így elterjedt ez a dolog. Ennek persze vannak előnye is, én is ezért vagyok itt. Tehát, hogy én ezt nem hibáztatni akarom, csak nem tudom, vannak furcsa előnyei, hátrányai. Nem tudom, én is az online-nak köszönhetően vagyok most itt például, tehát... Csak,
Csak világos, de mondjuk az akkori lehetőséget a mostaniban összehasonlítod, akkor melyik volt egy szebb világ, és melyikben voltak úgymond jobb lehetőségei egy kezdőzenekarnak? Nézd, lehet, hogy most könnyebb, viszont pont, tehát hogy viszont ennek a helyzetnek ugye az a hátránya, hogy annyira sekélyesedett el, és annyira töltődött fel ez az egész zenei biznisz, pont emiatt, mert kis Józsi is tud csinálni a laptopjáról egy nem bármit, és elő tudja adni, hogyha beáll mögé egy bárki, Nagy Lajos, aki meg valamennyire ért a PR-hoz. Tehát, hogy bárki bármit tud most már csinálni, és ezáltal ugye ez az egész dolog, ez fel is higult. Tehát most lehet, hogy könnyebb mondjuk összeszervezni egy turnét, de fele annyian se lesznek ott. Mert ugye minden napra mondjuk jut egy koncert, vegyünk egy átlagos német várost, minden napra jut egy koncert. Ki fog elmenni minden nap? Hát kit érdekel? Hát amikor én ezt elkezdtem 1995-ben, akkor évente volt egy koncert ebbe a városba például. Most, ja, persze, hogy elmentek. Az is elment, aki tüdővésszel feküdt otthon egyébként, és tök mindegy, hát akkor négy kézláb, vagy bárhogy, évente egy buli, arra már pedig ott volt mindenki, és mostanra ugye van gyakorlatilag minden nap, és hát felhígult az egész, illetve nem tudja azt a folyamatos utánpótlást, nem tudja egészen kitermelni a szerintem egyik szintér se, ami kellene az, hogy állandóan telt házas klubbulik legyenek. Tehát nincs olyan gyors pörgés, egész egyszerűen a fiatalok nem nőnek fel olyan gyorsan, hogy lemenjenek. Tehát ez a hátránya ennek az egész dolognak. Igen. De azért mondjuk előnyei között azt lehet mondani, hogy oké, könnyebb összerakni, meg könnyebb eljutatni a közönséghez, de ez valóban így van. Tehát, hogy de ugyanakkor... hiába osztod meg a Facebookon, hiába teszed ki, hogy a kézben lehet hallgatni, nincs az, hogy sokkal könnyebb eltűnik a zajban, vagy a többi között? Hát ezt mondom, hogy tökre felhígult, érted, mire kiadsz egy lemezt, még aznap jön ki három másik, tehát hogy a régi 15 perc fényed, az Andy Warhol féle 15 perc népszerűséged, az most gyakorlatilag másfél percre csökkent kb. Mert mire kimondod, hogy megjelent az új lemezem, három másik arc is mondja, aki gyakorlatilag ugyanolyan stílusban akár meg ugyanaz a létjogosultsága, hiszen most érted, fölraktad a kis hülye számaidat az internetre, hát fölraktam én is, érted? Szóval így, igen, és ezért nem nagyon lehet elválasztani a gyöngyöt a sártól. Még nagyon szerintem egy hallgató, aki rááll el a te zenédre, mennyit ad neki, mennyi idő alatt dönti el, hogy oké, ezt meghallgatom, vagy oké, lépek tovább, nézzük a következőt? Ezt nem tudom megmondani. Őszintén nem tudom megmondani. De szerintem ez belehallgatás, percek, másodpercek, mire figyel, zenére, szövegre? Szerintem elsősorban a szövegre, és szerintem, hogyha valaki elkezd belehallgatni, akkor az tehát, hogy ha valamennyire fogékony, ha valamennyire érdekli, egy kicsit mélyebb mondani való, hogyha valamennyire érdekli ez az egész, akkor az nem fogja kikapcsolni szerintem. Vagy legalábbis így, tehát egy percig biztos, hogy nem fogja tudni kikapcsolni, mert jön az információ, tehát folyamatosan jön az információ, és nem valami megszokottat fog hallani. Ezben biztos vagyok, hogy nem valami megszokottat, mert több olyan visszajelzést is kaptam, például tőled is, de más veteránoktól is, hogy hát figyelj, hát ez nagyon komoly, de hát ez tudja, hogy nem rep ez a csávó, ez nem rapper, aki ezt nyomja, és akkor szoktam mondani, de hogy az én vagyok, és hát persze, hogy nem, mert hát mit tudom, vagyok, aki vagyok, tök mindegy, de hogy igen, tehát hogy ez a lényeg, hogy aki nyitott egy picit is a mondani valóra, akinek kín vannak az antennái ez irányba, az venni fogja. Igen, azt hiszem, hogy a te zenéd az tipikusan az, hogyha valakinek úgymond tényleg ezek az antennái ebbe az irányba mondjuk nyitottak, az rögtön azt mondja, hogy na akkor hallgassuk végig is, még hogyha annyira nem is tetszik neki a zeneiség. De akkor hallgassuk meg tőle egy dalt, jöjjön akkor a Hydra. Mondasz egy pár szót erről a dalról? Hydra a legutolsó, azaz a harmadik lemezemnek a harmadik dala. Két külföldi vendég szereplő is jelen van ebben a dalban. Az egyik szintén nem egy vérbeli hip-hop rap arc, szintén egy ilyen hardcore, inkább ilyen hardcore punk veterán, hogyha már kategorizálni kell, akkor mint én. Illetve viszont a másik srác, Esti Elements, ő szintén egyébként egy hardcore srác, de ő 20 éve MC-zik. És egyébként iszonyúan nagyon-nagyon jól meg lehet különböztetni, tehát hogy ahogy az ő flója annyira más, meg ő annyira más, hogy használja ezt az egészet, tehát látszik, hogy tényleg 20 éve benne van, míg én meg a másik Greg Benick nevű Seattle-i
ismerősöm, tehát hogy hát mi máshogy használjuk ezt a dolgot, na, tehát hogy... Teljesen világos. Most meghallgatjuk, és megbeszéljük azt is, hogy hogyan lett a metálosból a hip-hopper. Jön a zene. Továbbra is a Rapterápiát hallgatjátok az FM 92.0 Maxi Rádium, a ma esti vendégem Inlakes, aki itt is ő mellettem. És ott tartottunk, hogy te igazából metálos csávú voltál, és akkor hogyan lett ez a hip-hop mellé rakva? Inkább mondjuk azt, hogy hardcore-ból és a punk-ból, meg metal-ból, tehát ez a három, ez együtt. Nagyjából egyébként összefügg egyébként ez a sztori, összefügg, nem? Persze, meg valamilyen szinten minden zenei műfaj összefügg. Itt igazából a mondani való az, ami számított nekem kezdettől fogva igazából nagyjából minden zenében. Nem tudom, tehát hogy ez nem egy újdonság, tehát mit, a 80-as évben, hogyha megnézed a Run DMC-t, meg az Aerosmith-t, vagy mit, és számtalan Ice-T, meg a Slayer-t, tehát hogy számtalan ilyen példa van, és vagy a Rage Against the Machine, vagy mit tudom, bár meg lehet ezeket... De ezek egy-egy filtre álltak össze, tehát nem az van, hogy felrúgtam az eddigi életemet, és akkor kezdek valami teljesen másba. Ez nem is, én ezt nem is mondanám soha. Tehát, hogy nekem egész egyszerűen én hazajöttem 92-ből a Népstadionból a Guns N' Roses koncertről, és két hétre rá, vagy mit tudom, 93-ban kijött a Home Invasion az Ice-T-től. Igen. És akkor, vagy nem is tudom, lehet, hogy előtte volt valami Trespass című film, ilyen nagyon rossz, ilyen tűzoltos íze, és egész ültem a moziba, és az gondoltam, hogy ez a csávó, ez az egyik legkirályabb arc, akit én valaha bármikor láttam, mondtam ezt. Az Ice-T-re. Igen, Ice-T-re, egy Guns N' Roses pólóban a moziba, érted? Tehát, hogy így, tehát, hogy nincs ilyen, és utána megvettem a Home Invasion-t, és azt gondoltam, hogy figyel, ennél, tehát, hogy ez fantasztikus. Tehát, hogy ez is, meg az is. Ez is nagyon jó, meg az is nagyon jó. Tehát mind a kettőt tudom érezni abszolút szívből. És utána... Azért mondjuk ezt a 90-es évek elején ez azért nagyon ritka volt. Tehát akkor tényleg az, hogy mindenki utálta a másik stílus vajekezőt. És mondok valami vicceset, lehet, hogy le is tagadtam akár például. Hogy lent gördeszkáztunk a délibe, és akkor mit tudom, hogy így nem tudom, Guns N' Roses, hagyjad már, mi az, vagy nem tudom, és akkor hazamentem, és tehát, hogy tök mindegy, tehát akkor még ilyen hülye gyerekek volt, hát tínédzser hülye gyerekek, hát most mit csinálsz, hát ez van, de hogy, és utána pedig ez még durvább lett ez a stílus halmozás, mert utána bekerültem a hardcore szintére 15 évesen, vagy mit tudom, 14 évesen, meghallottam az első hardcore zenekart, és azt leszakította a fejemet, nem hallottam még ennyire arcba mászni zenét. És egész egyszerűen annyira taglózott le, hogy, mert a metal se taglózott le, mit tudom, 80-as, 90-es években a Slayer persze nagyon durva, meg ízlet, de mit tudom, egy hardcore zenekar az odaállt, és annyira ordította az arcodba, hogy figyelj, ez az egész, ez nem jó, ez a társadalom, ez nem jól működik így, ezeket az igazságtalanságokat nem lehet többé elkendőzni, nem lehet a, nem tudom, sárkányokról, meg boszorkányokról, meg mit, a sátánról énekelni, nincs értelme. Arról beszéljünk, hogy figyelj, hogy ennyien éheznek, hogy ennyien, hogy és közben ugye mostanra az 1% az meg egyre gazdagabb, ugye? És hogy, tehát, hogy és ez akkor ugyanúgy, tehát akkor az is egy újjászületés volt, 94-95 tájéken, amikor a Sigofitot vagy a Madbolt meghallottam. Hát, és akkor tényleg ott álltam, hogy na jó, figyelj, ez is nagyon jó, meg ez is. Van, aminek a zeneisége fogott meg, később mondjuk a black metalnak az ilyen szimfonikus, ugye az ilyen gumi black metalnak hívják, ugye a real a real OG-k, azok azt mondják, hogy na jó, figyelj, ez gumi, ez ilyen megélhetési béna, nem tudom, de hogy annak például a zeneisége fogott meg, de nyilván kinevettem, hogy mit tudom, hogy most akkor mi van a sátánom, nyilván kinevettem, de mondjuk az fantasztikus zene volt, akkor nem tudom, Ice-T-ne fantasztikusan mászott arcba, hogy a Home Invasion introja az mi? Tehát ez a mai napig kívülről fejből felmondom neked, érted? Vagy de bejött mondjuk akkor, mi volt még Snoop Dogg, nem tudom, de voltak sokan, ez a mainstream persze, tehát hogy... De hogy mindenbe találtam valami olyat, ami valamiért megfogott, és ezért próbáltam egy ideig, ezt így nem tudom, hogy egy-két évig működött az, hogy egy stílust szerettem, vagy hallgattam csak kizárólag. Érted? Tehát, hogy ez folyamatosan az akkori lemezgyűjtemény, ez persze most már pincében van, de nem tudom, az akkori lemezgyűjteményem azért a 90-es években akkor is, nem tudom, 1000-1500 CD volt, ami tehát, hogy érted, mindenemet erre költöttem, hogy mert, és mondom, stílustól függetlenül, tehát, hogy nem, és mit, KRS-One-ba ugyanúgy megtaláltam a Frankot, mint mondjuk a Dark Throne-ba, vagy mit tudom, valami kultikus black metal cuccba, vagy mondjuk a Panterába, érted, vagy szóval, tehát, hogy vagy mondjak bármi, vagy akár a Skid Row-ba, vagy a Guns N' Roses-ba, vagy az Aerosmith-be, érted, tehát, hogy Run DMC Public Enemy-be, ugyanúgy, és
vagy akár a Bon Jovi-ba, tehát hogy tök mindegy, tehát mindenben, hogyha az ember eléggé nyitott, akkor talál dolgokat, és hát aztán nem tudom, aztán jöttek, aztán jött a Rage Against the Machine, meg mit tudom, jött a Body Count, tehát Body Count az mi? Tehát Ice-T elkezdett egy metal bandába játszani, azt hittem, hogy nem térek magamhoz, tényleg fel kellett locsolni, tehát az nagyon-nagyon kemény. Nem hiszek ebben, hogy figyelj, én ez vagyok, és kész. Legalábbis magamra nem tudom ezt vonatkoztatni, soha nem is tudtam. Na igen, itt nem az a kérdés, hogy miért váltottál át, vagy hogy ez jobb, mint a másik, mint a... Tehát nyilván nem ez, szerelmes lehetsz egyszer mind a kettőben. Abszolút. Mind a kettőben szerelmes lehetsz. Persze. Itt inkább az a kérdés, hogy felrúgtad az eddigi énedet, már nem biztos, hogy az eddigi énedet, csak inkább az eddigi zeneiséget, és elkezdtél valamit egyedül. A csapatot ott helytad, hogy egyedül csinálhassad. Ez a kérdés, hogy itt mi volt az ok? Ugye 18 évig játszottam metált, hardcore-t, meg punkot, ezeknek a permutációit, ugye? 18 évig. És egész egyszerűen elfáradtam, sokat turnéztunk, nagyon hangos volt, szóval már volt egy ilyen, már inkább ilyen nyűg volt, ilyen teher volt. És azt vettem észre, hogy évről évre, mondjuk ez egy 3-4 év volt a váltás, hogy évről évre kevesebbet hallgatok, inkább akkor bekapcsolom a klasszik rádiót, vagy a Bartókot, vagy inkább a jazzit, tök mindegy, de hogy nem, tehát nagyon hangosak vagytok, fiúk, nagyon-nagyon ordítotok az arcomba, nagyon, most már ez egy kicsit így fáraszt, és persze, tehát hogy én az elmúlt 20 évben ugyanúgy hallgattam végig hip-hopot emellett, és nekem egy óriási álmom volt, hogy egyszer, sokat viccelődtünk is ezzel, hogy egyszer kéne csinálni egy igazán jó hip-hop projektet. És amit mondtál, hogy ugye az előző énemet egy picit nem tudom, hogy akkor levetkőztem, vagy nem tudom, hát nem, hát hallgass meg, tehát hogy ez a harmadik inlakás lemez, ami megjött, és például a nyitó dal az egy iszonyú durva metál döngölés, egyébként egész egyszerűen nem tudom levetkőzni ezt, viszont ugyanakkor meg van bennem egy olyan is, hogy amit most hallottunk a Hidrát, hogy az pedig azért valamennyire, hogyha nem is színpiszta, hát azért de azért egy ilyen hip-hop-szerű valami, és nekem ez egy óriási vágyam volt, hogy valahogy valamikor kéne egyszer csinálni egy ilyet, de ugye túlságosan el voltam foglalva a zenekaraimmal, meg akkor ott voltak kiadóink, meg lemezszerződés, meg, tehát hogy ott azt kellett csinálni, kellett turnézni, kellett lemezeket gyártani, stb. És tehát el voltam foglalva, de amint ebbe tényleg bele, 2010 tájéken fáradtam el annyira, hogy azt mondom, hogy gyerekek, én ezt most hagyom, nem akarok turnézni, nem akarok lemezeket csinálni, most egy ideig biztos, hogy nem. És akkor visszavonultam ettől az utazó, tarka-barka életmódtól, és akkor nem csináltam egy pár évig semmit, és utána egyszer csak bejött, hogy figyelj, akkor magyarul el fogok kezdeni mondani dolgokat. El fogok kezdeni rappelni magyarul, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Na, de eddig te a szövegekhez nem volt között. Semmi. Soha életemben nem írtam egy sort se, mindig a zenei tartalomért voltam felelős az összes zenei projektemben. És hát ez persze nyilván meg is látszott, tehát, hogy az első 40 verszaktól mondjuk megkíméltem a világot, tehát hála jó Istennek az ott maradt a fiókba. Ezt javaslom mindenkinek egyébként. Igen, tehát az ott maradt a fiókba az első 40 verszak, és hogyha most az kint lenne, és hogyha az megjelentettem volna, akkor is, tehát az nagyon kínos lenne, pedig ez 3 éve volt, vagy nem tudom. És akkor a 40. verszaktól elkezdett összeállni, és még az első lemez még így is vállalom, meg tök jó, meg mit tudom én, de hogy azért, na, szóval óriási, már a második, az elsőhöz képest is óriási előrelépés zene, szövegírás szempontjából is, tehát a harmadik az pedig még egy nagy előrelépés magamhoz képest. Tehát, hogy ezt nagyon fontos kijelenteni, hogy magamhoz képest. Senki ne gondolja azt, hogy ilyen iszonyú nagy képen azt gondolom, hogy hát ez, figyelj, ez nem tudom, milyen egekbe szökött most már a szövegírói képességem. Magamhoz képest, ez nagyon fontos kijelenteni. Igen, tehát hogy el kellett ide jutni, de... Visszatérve kicsit a kezdetekhez. Ezek tudatosan dalszövegként készültek? Abszolút. Vagy? Igen? Egyből rap szövegekként. Én most rappet fogok csinálni. Ez így jött. Egyik este ültem a kanapén, és egy másfél órás meditációból kijöve arra gondoltam, hogy figyelj, én rap zenekart fogok csinálni egyedül, nem érdekel, senki nem, röhögni fog rajtam az egész metal szakma, röhögni fognak rajtam a régi zenésztársaim, az ezt egész hardcore szintér, az egész... Az a durva, hogy amikor mondtam először, hogy figyelj, én ezt fogom csinálni, akkor mindenki nevetett, és amikor meghallották a kész első anyagot, az első számot, akkor elkezdtek csörögni, tehát elkezdtek hívni, és csörgött a telefon, és kaptam az üzeneteket, hogy figyelj, ez nagyon jó. Hát nyilván, tehát a hardcore szénának, vagy a metal szénának ez hogy egy ilyen pali ezt csinálja, nekik tök jó.
Nyilván, hogyha egy veterán hiphopert kérdezel meg, akkor ő azt fogja mondani, hogy hát figyelj, mit tudom én, a zene az nem annyira tetszik, de a szövegek azok tök jók. És pontosan ez is történt egyébként. Most egy kis ilyen story minimaster, hogyha belefér, akkor pont a Normával voltam egy minimális üzleti kapcsolatban, és akkor csináltunk egy ilyen zenei magazint, mindegy, és írtam a Normának, hogy figyelj, ez a zenei magazinhoz beérkezett hozzánk egy demo, légy szíves, hallgass meg, mert szerintem tök jó. Ez a saját zenédről adta nevét. Igen, igen. ez egy tök jó hip-hop produkció, szerintem ez az első lemez, tehát hogy hallani, hát még az első, hát majd az ötödik biztos sokkal jobb lesz, de hogy szerintem már ez is tök jó. És visszahívott a Norba este, hogy figyelj, ez nagyon kemény, amit ez a csávó mond, ez iszonyú durva, iszonyú jókat mond, mit tudom én, de hogy ez a csávó, ez tuti nem rapper, arra nyakamat ráteszem. és akkor mondtam, hogy hát nem, mert ez én vagyok. Tehát, hogy ez én, és akkor nagyon meglepődött nyilván. Szóval igen, tehát hogy ez a... Tehát amikor már megszületett az anyag, érted? Tehát, hogy azért ez 2013-ban volt, 1995 óta azért 10x lemezt azért megcsináltam. Tehát hülyét nem akartam magamból csinálni, meg nyilván gagyit nem akartam csinálni. Tehát ne, elképzelhetetlen volt, hogy kijön valami gagyi, most nem akarok neveket mondani, de hogy lényeg, hogy, tehát, hogy nem akartam azt, hogy gagyi legyen, figyelj, megállt a dolog, ez a lényeg, hogy megállt. És ez nekem már elég volt. És mit gondolsz egyébként, kell-e, vagy be tud-e téged egyáltalán fogadni a hip-hop társadalom? Hát szerintem nem tudom, egy rétege lehet, aki nyitott, akár esetleg más zenékre is, vagy akár az üzenet felé nyitott, ők szerintem igen, de így a kemény mag, figyelj, nekik az mindig idegen lesz. Ez pont olyan, mint hogyha a bankos most elkezdene hardcore madbolt játszani, és akkor mit tudom én, és akkor így állnék, és mondom, figyelj, ez tök jó, de hát így, hát figyelj azért, mit tudom, csináld a saját dolgodat. Na. De egyébként meg ez se igaz, mert érted, a Boba Fett, meg nem tudom, tehát, hogy ők régi punk arc, tehát, hogy mit tudom én, tehát, hogy nem tudom. Remélem, hogy aki nyitott az üzenetre, az el fogja fogadni, kész. Aki viszont kőkemény, kemény mag, rap fanatika, neki egy picit nehéz lesz. És az előadók egyébként? Ahogy érted? Az előadók. Tehát, hogy hogyan tekintenek rá, hogy mit akar ez a punk csávó? Ja, fogalmam sincs. Nem, fogalmam sincs. Semmilyen kapcsolatod nincs egyébként? Nincs. Visszajelzése? Normán kívül visszajelzése érkezett? A Funkadeli rám írt, hogy nagyon jó. Kicsit még agresszív, meg mit tudom én, de hogy nagyon jó. Azt hiszem, hogy aztán az a hallotta, de abban nem vagyok biztos, mert ott egy ismerősömmel ők valami bizniszben vannak, és ő mutatta neki, de ja, nem tudom, és megmondom, hogy nem is érdekel, egyáltalán nem érdekel, mert én, hogyha kiadok egy lemezt, akkor abban a pillanatban azt gondolom, hogy ez az, amit én maximálisan ki tudtam hozni belőle, és csak ez számít nekem. Tehát az, hogy milyenek a visszajelzések, az, hogy akár egy hip-hop veterántól, vagy akár a szakmai sajtótól, figyelj, nem érdekel. Akkor érdekelne, hogyha nem tettem volna oda mindent, hogyha szívemet, lelkemet nem raktam volna oda, és őszintén, és 110%-osan, akkor jönne egy rossz kritika, akkor azt mondom, hogy figyelj, igazad van, mert én sem követtem el mindent. De ez nem történt meg egyik lemezzel sem. Ez az egész Millakes projekt, ez színpadképes egyébként szerinted? Színpadképes lehetne, hogyha szeretném színpadra vinni, de nem szeretném. De miért nem akarod színpadra vinni? Azért, mert az elmúlt 20 évben iszonyú sokat turnéztam, és nem vágyom rá. Nem vágyom az utazásra, nem vágyom az, hogy eljöjjek Gyöngyösre hozzád, meg mit tudom, lemenjek Szászhalombattára a hallgas hazaidba, meg nem tudom, az belefér egy hónapba egyszer, tök jó, de nem vágyom rá, és pont 2013-ban volt még egy ilyen élményem, 3 évvel azután, hogy visszavonultam a turnézástól. Egy régebbi zenekaromnak volt a 10 éves jubileumi szülinapja, és akkor ennek keretében csináltak egy kis mini turnét Magyarországon, és egy 4-5 bulira elmentem velük dobolni és egyébként. És nem volt jó egyébként kicsit visszatérni? Figyelj, nem. Nem? Nem. Nem. Amikor reggel 5-kor én pakoltam a próbaterembe a iszonyú nehéz erősítőket, mert a Ród, hát ne hagyd nem mondjam, hogy milyen állapotban feküdt a busz hátuljába, mind a kettő. Érted? A többiek meg már vagy kiszálltak, vagy a városba, nem tudom, tótágast álltak éppen, nem tudom, és én pakolom vissza, amikor vendégzenészként meghívnak.
érted, egy ilyen turnéra, igen, reggel 5-kor, az olyan, hogy gyerekek, ezt, hogyha fizetést adtok, nagyon sokat, akkor sem, soha többé. Ezért hagytam abba, mert egész egyszerűen nem jutottunk el oda, hogy két megbízható normális roadot, meg egy sofőrt szerezzünk az elmúlt 20 évben, és tehát, hogy na jó, tehát, hogy nem. És egyébként ezzel még az a helyzet a koncertezésnek, hogyha az ember föl akarja ezt építeni, az nem tudom, az sok év a nulláról felépíteni valamit, az sok-sok év. Hiába jó a produkció, hiába mondjuk jó akár a mondani való, sok évet bele kell rakni. És nincs kedvem még egy produkciót nulláról felépíteni. Nézd, hogyha megkeres legközelebb az OSG, hogy figyelj, adunk 300 000 forintot neked, hogy ezt 20 percet színpadra állítasz ebből a projektből, akkor azt fogom mondani, hogy legyen 5, és akkor játszunk fél órát, és akkor összehozom, igen. De az, hogy nulláról elkezdjem, és végigjárjam újra a klubokat nulláról, hogy először csak 5 ember, aztán 10, aztán 25, aztán 40, aztán mondjuk a nem tudom, mondjál valamit, a barbár fivérek előzenekaraként, aztán a nem, köszönöm szépen, biztos, hogy nem, ezt végigcsináltuk. A metal bandámmal nyitottam a Cradle of Filth-nek, ami a legdurvább, legnagyobb nevű, nem tudom, extrém metal zenekar is, és mégis utána a 7-es busszal mentem haza, érted? Tehát, hogy nem, köszönöm szépen, nem kívánom, nem vágyom a színpadot igazán. És hogyha valaki felhívna a magyar rappelőadók közül, hogy figyelj, hallottunk a rapterápiába, tök ez a cucc, amit csinálsz, csinálj meg közös számot együtt. Azt sima ügy. Hogyha olyan az előadó nyilván, meg hogyha valamennyire egyezik, tehát hogy van közös nevező a mondani valót tekintve, persze, sőt, hardcore punk zenekarnak is csinálok feat-et nagyon szívesen, hogyha egy az irány, persze, de az, hogy utazzak és köszönöm szépen, iszonyú sokat utaztunk 20 évesen. És ami mondom, bocsánat, fantasztikus volt, és annyira vagyok hálás a jó Istennek, vagy bárkinek, mindegy, hogy nem lehetnék ennél hálásabb, de 37 évesen, úgyhogy otthon már a két gyermekem, nem, hogy reggel 5-kor még így taxit hívjak, hogy így vigyázzon. Ezt ennyire megutáltad, nem lehet, hogy csak az volt a probléma, hogy linkek voltak, úgymond a csapattársai? A csapattársak is linkek voltak, a szervezés se volt mindig tökéletes, és hidd el, hogy ebbe bele lehet fáradni, tehát hogy főleg, hogyha ez nem rentábilis ez a dolog, tehát hogyha mondjuk nullára jössz ki végig, egész életedben csak nullára jössz ki, nem lehet egész egyszerűen, és hogyha meg komolyan gondolod a koncertezést, a turnézést, akkor nem lehet heti egy koncert, vagy két hetente egy koncert, nem, akkor menni kell, iszonyú keményen turnézni kell, sokat kell játszani, mit tudom én, és hogy ez a dolog, ez nem rentábilis, akkor a szerelem az kihűl. Egy előbb-utóbb alább hagy, kihűl, és pontosan ez történt velem is, 30x évesen azt gondoltam, hogy figyelj, nagyon-nagyon jó, nagyon szeretlek, nagyon jó, de sajnos nem tudok hazahozni ebből pénzt, vagy nem annyit, vagy nem tudom, nem mehetek haza a családomhoz azt mondani, hogy figyelj, nem tudom, a backstage passzel fizetek a közérbe kenyérért, tehát hogy ez ilyen nincs. Ez teljesen nincs. Világos, amit mondasz, de biztos, hogy most is van egy állásod, ott is 100 000 probléma felmerül. Ott azokat is meg kell oldani, ezeket a gondokat. Hál' Istennek nem, hál' Istennek teljesen stresszmentes állásom van. Igen. Ejtem. És ezt komolyan mondod egyébként? Tényleg. De Isten bizony. Egy teljesen hétköznapi irodai munkám van, többek között, és teljes mértékben stresszmentes, Úgyhogy egész egyszerűen nem. És még igen, tehát hogy régen ez is volt, hogy és akkor még munkáján, akkor elkérezkedni, akkor jó, két hétre csak, akkor három hétre, de amikor visszajöttem, akkor már nem volt munkahelyem, meg hát mit tenni, 18 évesen, érted? 18 évesen, tudod, hogy mit csináltam? Tudod, mit csináltam 18 évesen? Bementem a postán, dolgoztam csomagrakodóként, és azt mondtam, hogy gyerekek, 2 hónapos Európa turnéra indulok, engedjetek el. Azt mondták, hogy nem, és én meg azt mondtam, hogy nem, hát akkor sziasztok, kiültek. Kész. És elmentem 2 hónapra Európába turnézni egy amerikai zenekarral, és bejártuk Skóciától, Írországtól kezdve, mit tudom én, meddig a kontinenst, és mosolyogva jöttem haza. Most ezt nem tudom már megtenni. És máshogy meg nem látom értelmét. Tehát akkor vagy nyomod, vagy kutyakeményen nyomod, vagy sehogy. És akkor inkább a sehogyot választom. Igazából valahol megértem ezt az egészet, amiről most mesélsz, de ugyanakkor meg az a zenét mégiscsak azért csinálod, hogy eljusson minél több emberhez. És ennek azért valamilyen szempontból része az, hogy mondjuk egy fellépésen promotálod, persze. Persze. Ja, igen. De tehát most úgy vagyok, hogy szeretnél eljutni minél több emberhez, de már nem minden áron. Nem ez a cél. Nem ez a cél, hogy minél több emberhez eljusson. Az a cél, hogy aki szeretné, az rá tudjon találni. Aki akarja ezt fogadni, akinek vannak erre vevők is, csápjai, antennái, ő hozzáférhessen.
és ő hozzá tud férni. Ez a projekt nekem olyan, mint egy blog. Én ebbe írom le az én saját személyes lelki fejlődésemet, így írom le. Ez a más blogot ír, vagy mit tudom, hogy mit csinál, én írok hozzá egy kis zenét, és fölrakom a netre, mert ehhez szoktam hozzá az elmúlt 20 évben. De nem az a célom, nem az az elsődleges célja, hogy minél népszerűbb legyen, hogy befusson, hogy aztán mit tudom, fekete pákóval pózolva, csak érted a Story magazin elején, mert hogy határozottan elhatárolódom ezektől a dolgoktól, és egyáltalán nem a népszerűség vagy a sok like a célja, hanem az, hogy aki érzi, az hozzá tudjon férni, akár ingyen is. Tehát sokkal inkább az a fontos, hogy aki már mondjuk már lájkolta, az értse is, hogy mire akarsz te utalni a szövegben, célozni, mire akarsz tanítani. Persze, tehát ez egy kicsit erős, amikor tanítani, de mondjuk elmondom a tapasztalataimat, vagy elmondom az éppen aktuális gondolataimat a témában, amit éppen feszegetek, de hát ugye ez is olyan, hogy a hegeli dialektika óta tudjuk, hogy minden állítás, minden tézis magában foglalja az antitézist is, tehát hogy most éppen mondok valamit, de lehet, hogy holnap azt fogom mondani, hogy ja, figyelj, egyébként ennek van egy másik magaslata is, az meg ez, tehát hogy na, szóval. Na hát lassan az első óra végére értünk, és a második óra meg is beszéljük, hogy milyen fontos dolgokról van szó egyébként a te szövegeidben. Most menjünk tovább egy dal, aztán reklám, hírek, de utána folytatjuk a második órában. Lehet, hogy lesz még egyébként live a kapella is. Ja, lehet. Lehet, hogy persze. Lesz. Jöhet SMS és Viber üzenet 0635297755-ös, a zene után folytat. Nem csalás, nem ámítás, ez még mindig a Rap Terápia az FM 92.4 Maxi Rádióban. Én Bíró Dávid vagyok, a Rap Terapeuta, és ma este vendégem Illákes, aki itt is mellettem. Csáó, szia. Sziasztok. És most hallhattatok, ez is egy Illákes track volt. Innen látszik, hogy azért Illákes nem tudta ledobni magáról az igazi énjét, és megmaradtak ezek a metálos, pánkos, rockos elemek is. Úgy van, igen, pontosan. Na és akkor beszéljünk kicsit a dalról, ez ugye Nemesis volt, uh-huh. És itt egy elég érdekes közreműködő van. Itt ez a srác a végén hallható szóló, egy régi turnés spanom igazából. Van ez a metal együttes, most szegény hip-hop hallgatókat ilyenekkel fárasztok. Ne, ez érdekes információ szerintem. Tehát igen. Tehát azért a Rap Terápia hallgatók között, tehát van azért átfedés, mondjuk a drum and bass irányba is, meg mondjuk a metalos irányba jó, is. Jó, hát reméljük. És de én tudom, hogy van, jó, kimondom. Ennek fényében ezt a szólót, tehát volt a Slipknot, vagyis hogy van még mindig a Slipknot nevű ugye, amerikai metal zenekar, és a Slipknotot elhagyta a dobos, vagy kirúgták, vagy mindegy, ez most nem számít. És az új zenekarában ez a fiú gitározik, aki itt eleresztett nekem egy szólót ezen a lemezen. Régi turnés ismerősöm, spanom, és nagyon szívesen megcsinálta, úgyhogy iszonyú hálás vagyok érte, mert hát, ahogy hallható, iszonyú jó munkát végzett. Olyan jó munkát, hogy én soha nem tudnék itt szólozni például. Hiába egyébként a többi gitárt azt én játszottam föl stúdióban, de hogy tehát egy ilyen szólót, az iszonyú messze vagyok ettől, hogy ez bármikor is. 25 év gitározás után is, ugye, tehát közöm nincs hozzá, úgyhogy nagyon örültem az Intelnek. Hát igen, és azt hiszem, hogy emiatt nyugodtan meg is vergeted a válladat. Na és jöttek nekünk kérdéseink, írhattok egyébként nyugodtan SMS és Viber számunk 0635297755-ös, vagy a Rap Terápia Facebook oldalán keresztül, facebook.com/rapterapiagyöngyös, ide lehet írni egyébként. Azt mondja, hogy mondom, mi jött. Sziasztok, nagyon jó műsor, imádom, hogy Dávid nálad lehet ilyen témákról is beszélni. Hát itt gondolom a metálos kikacsintásokról van szó. Persze lehet, egyébként lehet írni metálos kérdést is egyébként, szerintem arra is szívesen. Vagy punk, hardcore, bármi. Minden, bármi esmi. Aztán írták még, hogy milyen magyar rappereket hallgatsz? Hát el kell, hogy keserítsenek, semmiet. Vannak személyes ismerőseim a magyar szénáról, főleg egyébként a koromból adódóan inkább a veteránok, tehát mint egy Norba, vagy a Bankos, vagy nem tudom, de én megmondom, hogy nem hallgatok magyar rap zenét. Jó, aztán jött még egy hozzászólás. Amikor először hallottam Illákest, azt gondoltam, hogy ez egy gagyi rossz. Itt nem ez a szó szerepel. Gagyi rossz, de most az adásban hallottam ezeket a dalokat, ezek már tök jók, ezek valami újak, hol lehet utána hallgatni? Bárhol hozzá lehet férni. Egyrészt ugye a VM Music jó voltából, ők a zenei disztribúciós cég, akivel szerződtem. Az ő jó voltukból minden ilyen streaming oldalon, iTunes, Spotify, nem tudom még mik vannak, Deezer, csomó ilyen van, tehát ott hozzá lehet férni, de a YouTube csatornán, a YouTube-on is el lehet érni, nem tudom, a Facebook oldalamon keresztül, pedig a Bandcamp oldalamon is, ahol akár ingyen is lehet tölteni, vagy ezt a mind a három lemezt, vagy bizonyos általatok meghatározott beállítható összegér is, de szóval tök mindegy, ingyen is hozzáférhetővé tettem, mert ez van 21. század.
Van egyébként még úgymond igény támogatni az előadókat, tehát a hallgatóság részéről? Hogy érted? Hát, hogy tehát ilyesmire gondolok, hogy oda nullát üt be, vagy 100 forintot, 1000 forintot, tehát érted a kérdést? Ez inkább csak ilyen... Nem tudom. Nekem nagyon jól esik, hogyha bárki, akár 300 forintot, nem tudom, nagyon jól esik. Igazából ez olyan minimális töredéke annak, amiben egy ilyen lemez kerül, például, hogy ilyen szempontból ez nem rentábilis, legalábbis ami nekem befolyik ilyen összeg, tehát hogy ez nem rentábilis, inkább eszmei, vagy erkölcsi, vagy nem is tudom, inkább csak lelki simogató érzés, hogy ha valaki támogat ezzel. Igen, az abszolút respekt, és minden egyes támogatónak személyesen írok köszönő e-mailt, úgyhogy ez nagyon jól esik. Világosan, csapjunk bele az első EP-nek a kicsit a kielemzésére. Hát szerintem a három kislemez közül ez a leginkább hip-hop. Uh-huh. Én azt gondolom egyébként. Ez azért van, mert hogy te nagyon rappet akartál csinálni így elsőre? Akkor igen. Tehát most zeneileg, igen, azt gondoltam, hogy jó, kész, tök, elszakítom a szálakat, a metal, a punk, meg a hardcore felé, és igenis hip-hopot fogok csinálni. És igen, valószínűleg ez lett a zeneileg a leghip-hoposabb is, valószínűleg talán. Szövegét tekintve azt mondtad, ez egy nagyon, nagyon kezdetleges állapotban volt itt mondjuk a szövegírási tudományod, de mi helyzet a flow-val? Ott érzel fejlődést? Ja, ugyanaz a flow, tehát 20 évet doboltam, érted, most a flow ide vagy oda, vagy itt a ritmika ide vagy oda, hát az most a flow-ban én nem nagyon érzek, legfeljebb itt a harmadik lemeznél több időm volt felkapni ezeket a dalokat, de és az első lemezen meg mit én 2 óra alatt köptem fel minden 4 számot, vagy nem tudom, tehát hogy ott inkább csak így ez, de én nem gondolom, hogy a flow-ban ez így erősebb lett. Tehát, hogy uh-huh. flow az ugyanaz. Tehát én egyféleképpen fogom ezt csinálni a következő 4 lemezen is, tehát, hogy nem tudom hány lemezen. Tehát, hogy belőlem ez jön ki, a flow-ban nem nagyon volt, a szövegekben viszont volt rengeteg fejlődés. Mert simán szövegekről beszélünk, itt az első lemez, az első kis EP, az igazából ezekre a konspirációs elméletekre van kihegyezve. Legalábbis én számomra, nekem ez jött le első körbe, hogy jó, nyilván ezt inkább egy nagy összefüggésként írtad le, de mégiscsak uh-huh. ezekkel próbáltad bemutatni, ahogy mondod, a világ valós oldalát. Nézd, egyrészt ugye ezeknek a konspirációs időzőjelben elméleteknek a nagy része gyakorlat, illetve tény. Ez igaz, persze. Tény, mostanra tény, illetve igen, tehát az első lemez szöveg szempontjából pontosan olyan, hogy a lemeznek az a cím, hogy ébredések, de igen, tehát tényleg olyan, mint egy újszülött bébi, amikor megszületik, és csak ordítani tud a világra, mert retteg, mert fél, mert új, mert nem tudom, mert nem ismeri, és pontosan ez a helyzet az elsővel. Tehát, hogy egész egyszerűen, ugye így a mostanra, aki nem tök hülye, vagy van 2 a csetjénél több, az nyilván utána tud nézni dolgoknak, és főleg, hogyha érdekli is, és mondjuk nem csak az érdekli, hogy na jó, mindegy. Na, tehát hogyha valamennyire érdeklődik a világ dolgai iránt, és nem tök debil, akkor nyilván ezt 2 kattintással el tudja érni ezeket az információkat. Most amikor engem ezek az információk értek, mit tudom én, nem tudom, 10 éve, vagy nem tudom, akkor ez olyan hideg zuhany volt számomra, és annyira volt új, és annyira volt elemi erejű, hogy az első lemezzel nem is írhattam volna más, csak az, hogy tényleg ahogy megszületik a kisbaba, és ordít, és ízé prüszköl, és nem tudom, pontosan ez történt itt is az első lemezzel. Tehát, hogy egész egyszerűen leöntöttem, kiömlödve, kiokáttam egy iszonyú nagy adag információt, ami addig bennem volt. Én ezt egyébként kicsit úgy érzem, mintha olyan lenne, hogy egy diáknak belenyomnál a kezébe egy papírt, hogy hát nem látod, hát itt van, ne legyél már hülye, hát nézd, ez az, hát nem látod. Igen, valahogy igen. Ez az érzésem van, abszolút, ezt hallgatva. Abszolút, igen, mert annyira egyértelműen rajzolódtak ki számomra. Ez egyébként hozzá kell tenni, hogy ezt megelőzte nekem ezt a lemezt egy ilyen kb. 3 év eléggé csendes, visszavonult állapot. Tehát ilyen 3 évig nem nagyon mozdultam ki, nem ment, hát amennyire muszáj, annyira. Persze, de hogy egy nagyon visszafogott, nagyon visszavonult, elvonuló időszak, ahol is, hát igen, de tört, most nem akarok hülyeségeket mondani, de hogy igenis vagy megtörtént egy ilyen minimális megvilágosodás, vagy valami ilyesmi, mert ugye nem a tévét néztem, nem a izzel, hanem sok minden más csináltam, és egész egyszerűen kristálytisztán kirajzolódtak bizonyos dolgok, otthon a kanapén ülve akár. Nem tudom, meditálva, vagy bármit csinálva, tök mindegy, de hogy és egész egyszerűen ezt, és
annyira egyértelmű az összefüggés, annyira egyértelműen kirajzolódott az, hogy figyeld, na de ez hogy lehet enélkül, és akkor ez akkor hogy függ össze ezzel, és akkor igen, tehát hogy egész csak kiokáltam magamból ezt a sok mindent. De egyébként minden, amit mondok a mai napig, az mindegyik lemezen nagyjából ugyanarról van szó. Minden összefügg mindennel. Nem lehet kiragadni bizonyos témákat, és önmagába vizsgálni mondjuk a háború témáját, nem lehet önmagába vizsgálni a gazdaságot, a politika nélkül, az egyházat, nem tudom, a gazdaság nélkül. Tehát minden összefügg mindennel. És... vagy most beszéljek meg? Ne, persze. Jó. Tehát, hogy nem lősz le, akkor reggel 6 vágókép szegény. Én inkább úgy mondanám, hogy akinek most felkeltettük az érdeklődését ebbe a témakörbe, és mondjuk csak ide kapcsolatok a kocsiba, és fogalma sincs, hogy te ki vagy, akkor az melyik, honnan induljon el? Milyen irányba kezdjenek keresgélni? Amikor én először, mit tudom, 10 évvel ezelőtt, vagy nem tudom, 10x évvel ezelőtt az Immortal Technique nekem azt mondta, hogy figyelj, azok a tornyok, azok nem maguktól dőltek le, nem azért, mert bejött egy terrorista, akinek utána megtalálják az útlevelét a lángoló romok között. Érted? Tehát, hogy, ez a kedvencem. Tehát, hogy, és akkor álltam, és mi van? És akkor, mit? Mert hogy én éppen turnén voltam 2001. szeptember 11-én egy amcsi zenekarral, akik iszonyúan sírva nézték a tévét, hogy mi történik az országukban, és mi is annyira voltunk megdöbbenve, hogy atya úristen, mindenki elkezdett hazatelefonálni, mit tudom én, tehát, hogy na, és akkor nem kellett sokat várni, 2-3 év múlva ugye megjöttek a nem hivatalos jelentések is, és egész egyszerűen ez, figyelj, igen, ez az eredője az egésznek, mert itt kiderült az, hát egyébként amit már mondjuk például a Chomsky már, nem tudom, a 70-es évek óta, vagy a 80-as évek óta mond, érted, meg tanítja az egyetemen, hogy igenis a mindenkori adminisztrációnak, mondjuk Amerikában mindenkori adminisztrációnak megvannak a maga sémái és eszközei, ami szerint eljár, hogy tönkreteszik mondjuk a dél-amerikai országokat például, vagy mondjuk bepucsoltatják mondjuk ezt meg azt a kormányt, mert éppen függetlenségi törekvései vannak, vagy mit, tehát hogy na, lényeg, hogy mondjuk egy mindenkori adminisztrációnak megvannak a maga eszközei arra, hogy mondjuk akár egy terrorcselekményt színlelve kreáljon egy olyan nem létező, azaz vélt ellenségképet, amire után mindent rá lehet fogni, és el lehet terelni az emberek figyelmét arról, ami valójában zajlik. Egyébként Magyarországon is most pontosan ez folyik, de most ebben nem menjünk bele. Az a lényeg, hogy amikor először kirajzolódik egy ilyen összefüggés, hogy micsoda, hogy ezek azt mondják, hogy a terroristák, de közben meg nem is, akkor várjunk csak, nézzük csak meg jobban ezeket a izeket, nézzük csak. Ja, hogy ezek ilyen, aha, tehát hogy ezek ugyanolyan csalóg az emberek, mint mondjuk a legutolsó, nem tudom, zsebes a villamoson, vagy nem tudom, csak éppen fehér gallért hordnak, aha, és akkor innen elvezet oda, hogy ja, de akkor nézzünk csak egyet tovább, és akkor most mit is, mi ez a világvallás itt, vagy ez hogy függ össze, hogy kerül be a parlamentbe a miért nem választottuk még mindig szét az egyházat, meg az államot, meg akkor, érted? Tehát, hogy itt elindul valami, nekem az én személyes életemben, illetve a zene, ugye most a zenémben is, nekem ez például a 9-11-es esemény volt az, ami elindított egyfajta gondolkodásmódot, és utána ez addig örvény lett, amíg egész egyszerűen ott találtam magam, hogy figyelj, semmi nem igaz, azaz semmi nem igaz, minden egy iszonyú nagy hazugság, és most ezt tudom, hogy ez egy iszonyú nagy általános valami, még egy kicsit ilyen populista, nem tudom, de hogy figyelj, tehát hogy mindenhol megtalálod a kakát, hogyha egy picit mélyebbre ásol. Mindenben, minden egyes, minden, legyen szó, tényleg bármiről. És például az inlakás projekt az erről is szól, hogy ugye egyrészt ezeket felhántorgatni, majd utána viszont megoldást kínálni, mert ugye az, hogy figyelj, ez nem jó, az nem jó, ez hülye, az hülye, azt már a punkban meg a hardcore-ban végigcsináltam 20 évig. De az, hogy fuck you, meg nem tudom, tehát hogy ez oké, tehát hogy középső új, jó, tehát hogy ez egy dolog, meg könnyű azt mondani, hogy hát korrupt politikusok, mint jó, oké, na de mi a megoldás? Mi a megoldás? És ez a nem mindegy, és ez az inlakás projektnek a fölmondani valója, hogy szerintem, az én elképzelésem szerint, ugye, vagy az én tézisem szerint, mi a megoldás, és hogy lehet ebből a katyvaszból kikeveredni? Hú, rengeteg kérdés megfogalmazódott a fejemben. Talán kezdjük azzal, hogy mondjuk a visszatérve a 9-11-es történetre, hogyha mondjuk én itt
Én konkrétan tudom, hogy ha elkezdem mondani a családba, hogy figyelj, ez nem így volt, meg itt tényeket tudok neki mutatni, akkor általában az jön, hogy hát én hülye vagyok, meg ne okos, meg hogy tudhatnám én jobban, mint a... Hogy igen, tudod jobban. Így van. Persze, egyértelmű, hiszen senki nem akar belenézni ebbe. Senki nem akar belenézni egy olyan tükörbe, ahol esetleg valamiféle rémet lát. Ugye erről szól a... Ugye, tehát, hogy mindent... nem tudom, mennyire menjek, mélyre várjam. Mennyi, nyugodtan. Ez az a műsor, hogy mélyre mehetsz. De hogy igen, persze, figyelj, sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy figyelj, ez hülyeséges, a másik oldalomra fordulva fingani egyet, hogy belehúzni a sörbe, és nézni tovább a izélyt, érted, nem tudom, azt az ocsmány trágyát, ami kifolyik a különböző, nem tudom, milyen sajtótermékekből. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb. Az a helyzet, hogyha az ember ebbe belenéz mondjuk a 911-be, utána belenéz a, ugye, amit mostanában annyira büszkén, saját mellünket döngetve büszkén mondjuk, hogy hát, hogy a mi vallásunk is az európaival, és a keresztény kultúra, és a keresztény értékrend, és ugye iszonyú büszkék vagyunk rá mostanában, ugye nem akarom mondani, hogy most tök mindegy, hogy miért. Igen? Az a lényeg, hogy erre iszonyú büszkék vagyunk, de érted, hogyha egy picit belenézel, hogyha csak 3 mondatot elolvasol róla, meglátod azt, hogy de figyelj, ennek semmi értelme, ez egy iszonyú nagy logikai, irodalmi, csillagászati, nem tudom, ez egy óriási nagy katyvasz, ez egy óriási értelmetlen, logikátlan, teljesen, vagy mit tudom én, vagy csak megnézed azt, hogy ez hogy került ide, és akkor az államalapító, és hogy miért vette föl ezt, és hogy, azért, és kiderül egyik pillanatról a másikra az, hogy ja, figyelj, ez is egy óriási nagy bullshit. Aha, menjünk tovább, jó, akkor mi van a izékkel? Ja igen, az, hogyha nem tudom, hogyha párizsit zabálsz kenyérrel, vagy nem tudom, akkor előbb-utóbb mehetsz a dokihoz, meg izé. Aha, és akkor ez hogy függ össze? Ja, és akkor miért van az, hogy Amerikában mit van a rákellenes, nem tudom minek a vezetője, meg az egészségügyi, most nem akarom itt mondani a rövidítéseket, tök mindegy, tehát hogy miért van az, hogy a két szervezetnek a vezető kabinetjében ugyanazok az emberek ülnek, érted? És akkor itt bejön az, hogy igen, és akkor a ráklobbi, meg hogy a Big Pharma lobby, meg itt, ezek mostanra lehet, hogy közhelyek lettek. És az emberek az a durva, hogy imádnak ezen fröcsögni, és imádnak ezen röhögni, meg imádják ezt nevetség tárgyává tenni, de az a helyzet, mondhatod, hogy ne káromkodjak, de most már érzem, hogy megy fel a vérnyomás, de az a helyzet, hogy ezek iszonyú szikár valós tények. És hogyha mondjuk az ember nem csak a minden egyben blogról, vagy a tudnod kell infóról, vagy a nem tudom honnan tájékozódik, ahol egyébként sokkal több értelmes használható kontent van, mint mondjuk bármelyik kereskedelmi tévés vagy rádiós csatornán, de most ez zárójelben mindegy, ez az én véleményem. De tök mindegy, de hogyha nem innen tájékozódik, hanem esetleg mondjuk, ha megnézi a külföldi szakirodalmat, vagy elolvas egy-két könyvet ezzel kapcsolatban, amit már tényleg 10-20-100 éve, most pont a Chomsky-tól olvasom az Understanding Power-t, érted, bent a... Ezt most nem mondom. Nem munkaidőbe, hanem ebédidőbe, de hogy érted? Tehát, hogy a Chomsky 30 éve mondja azt, és állítja föl a sémákat, hogy például az amerikai kormány hogy dönti pucsba a dél-amerikai vagy latin-amerikai országokat, hogyha azoknak bármiféle függetlenedési törekvéseik vannak, érted? De most itt mondom, felsorolhatnám azt is, hogy beszéltünk a Big Pharmáról, vagy nem tudom arról, hogy a gyógyszergyárak, hogy mekkora üzlet a rák, meg mekkora íze. De tehát, hogy igen, és ezek mind összefüggenek, és ja igen, ahol tartottam, hogy igen, ez nagyon könnyű nevetség tárgyává tenni, és pontosan ez a belső hang, ez a félelem az, amit az embert ide sodorja, hogy egyszerűbb kinevetni. Egyszerűbb azt mondja, hogy jaj, te hülye vagy, mit ízélsz már ezek a hülye összeesküvés elmélet? Nem, dude. Összeesküvés elmélet az, hogy Tupac él, vagy az, hogy Elvis él, érted? Vagy az, hogy mit tudja, hogy a Michael Jackson meggyilkolták. Ez egy összeesküvés elmélet, vagy mondjuk az, hogy nem jártunk a Holdon, de mondjuk szerintem tökre nem jártunk, de ez most tök mindegy. Igen, ez egy összeesküvés elmélet. Az, hogy mondjuk az Egyesült Államok GDP-jének a nagy részét a hadipar és a gyógyszeripar teszi ki, az egy átkozott tény. Innentől kezdve... Na igen, igen, igen. Amiről most beszélsz, hogy egyik dolog épül a másikra, viszont az igazság, hogy erre viszont egy iparág épült rá, hogy kamukat gyártsanak még ezen belül is. Tehát, hogy hamis, igen, igen, hamis igen. Téziseket, igen, igen. Hamis konspirációs elméleteket. Igen, igen. Hát ez van, és nyilván mindenki a vérmérséklete, meg a szociális beállítottsága, meg a gyermekkorban elszenvedett traumái által, nem tudom,
kialakított kis ösvényén halad, ahhoz képest tudja befogadni ezeket, elutasítani ezeket az információkat. De nem ez a lényeg, hogy ki mit hiszel, vagy hogy mi a, vagy hogy most ez igaz, vagy nem igaz. Nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy valami nem stimmel. Ez a lényeg. Ez szerintem mindenki érzi egyébként. Nem csak Magyarországon. Az a durva, hogy nem. Tehát, hogy oké, vannak egy pár, akik ezt így érzik, de, és mondjuk nem érdekli őket, meg, és vannak, akik semmi. Tehát semmi. Itt nem arról van, hogy ő is érzi igazából, csak elnyomja egy kis pálinkával. Pontosan, ez a kategória. Igen, pontosan ezért, mert ugye, mert hogyha belenézel abba, hogy figyelj, ez egy óriási hazugság, akkor az előbb-utóbb elvezet oda, hogy a saját életedbe belenézzel. És viszont a saját életedbe belenézni, az a legkeményebb dolog a világon, és mondjuk meglátni azt, és beismerni azt, hogy te félsz, rettegsz a haláltól, az élettől, az izétől, a mindentől, egy utolsó senkinek hiszed, vagy képzeled magad, mert nem ilyen a munkád, meg nincs pénzed, vagy éppen azt gondolod, ami még rosszabb, hogy te viszont sokkal jobb vagy a másiknál azért, mert ilyen a munkád és ilyen a pénzed. Tehát, hogy ez, érted, ezt mondjuk meglátni és belenézni egy tükörbe, vagy mindennapi önvizsgálatot tartani, ehhez senkinek nincs kedve. Nyilván szerda este mondjuk inkább leülsz Game of Thrones nézni, mint mondjuk odállni a tükörrel, és azt mondani, hogy figyelj, dagat vagyok, félek, nem tudom, nincs még mindig karrierem, nem tudom, nyilván, vagy még mindig nem hevertem ki, hogy azt a traumát, amiért, vagy ezt, vagy azt, vagy amaz tökni, de hogy nyilván ehhez senkinek nincs kedve. És nyilván mindenki érzi ezt, egyébként a Louis C.K. mondta, a kedvenc stand-up komikusom, ő mondta ezt egyszer, nagyon durva egyébként, egy ilyen talk show-ba, ahol mindenki kacag, de ő így előadta ezt, és hát szorvány kacaj, szorvány taps, de közben a legnagyobb igazságot mondta, nyilván nem. Tehát, hogy igen, ez mindenkiben benne van. Van benned egy ilyen kis gömböc, és végig érzed, hogy figyelj, ez nem jó, ez itt valami nagyon nem jó, és hogyha tudsz, mondjuk a telefonodat tudod buzerálni, ugye el tudod magadat kápráztatni ezekkel a rettenetes, ugye nem tudom, ilyen-olyan mobilkommunikációs akár, vagy egyéb ilyen műszaki idézőjelben ilyen fejlett marhaságokkal el tudod magad kápráztatni, és utána mondjuk be tudsz nyomni két pálinkát, meg két sört, meg mondjuk be tudsz szívni egy kicsit, akkor ezek tompulnak. Viszont hogyha nem csinálod ezt, hogyha nem tereled el folyamatosan a figyelmedet, akkor előbb-utóbb szembe fog jönni, és iszonyú szar lesz. Most két dolog van, vagy belenézel, és ugye ilyenkor megszűnik, tehát hogyha nem nyomsz ellen, ugye, hanem beleállsz, és nem nyomod tovább, akkor megszűnik az a hatás. Tehát nincs ellenhatás, kész, megszűnik az egész, csak ez iszonyú fájdalommal jár, vagy iszonyú para, vagy iszonyú mélyre lemenni és belenézni mondjuk a legkínzóbb fájdalmadba, vagy félelmedbe, ami mondjuk gyerekként ért, vagy elvesztettél egy hozzátartozót, vagy nem tudom, és még nem tudod feldolgozni, és még mindig ott van benned a gyász, és ez egyébként személyes tapasztalat. Tehát, hogy kinek van kedve ebbe belenézni egy átlag nap? Dehogy is, hát inkább lemegyek a kocsmába, és utána megnézem, hogy beszívok, bezabálok, aztán megnézek valamilyen, ugye, mert ugye pontosan ezért, hát nem véletlen, hogy erre most ez az iparág, a szórakoztató iparág mekkorára nőtte ki, mert nyilván ez se véletlen, hogy minden nap debütál valami új sorozat, mindig van valami új marhaság, amivel el lehet magadat kápráztatni. Ha nem tudnál magad elkápráztatni, és magadba néznél, akkor előbb-utóbb kiderülne, hogy figyelj, óriási nagy a bullshit. És ezért van óriási jelentősége például a 9-11-nek. Mert az például elvezethet ide. Engem ez vezetett el ide. Nagyon fontos, amiről beszélsz, és fogunk is még erről beszélni, de csak a zene után, most zenélünk kell egy kicsit, és utána folytatjuk ugyanezt ezt a témát, lehet nekünk írni SMS és Viber üzenetet 0-30-29-07-55-ös, vagy a Retterápia Facebook oldalán keresztül, jött egy pár üzenet, amelyet beolvassuk a zene után. Vissza is tértünk a visszavárás után, ez a Retterápia, reméljük, hogy vártatok, elég érdekes témáról beszélgettünk Inlakessel, és jöttek kérdések, hozzászólások, na csapjunk bele a lecsóba, azt mondja, hogy sziasztok, azt szeretném megkérdezni Inlakestől, hogy mik voltak azok a belső dolgok, amik beindították nálad, hogy ilyen szövegeket írsz, amilyeneket, hiszen azért sok, ha fogalmazhatok így spirituális dologra is kitérsz bennük. Köszönöm a választ, és sok sikert kívánok. Üdvözlettel, András. Azt kell mondjam, hogy egy óriási személyes pokoljárás, amiből, tehát le kell érni a fenekére ennek az egésznek, hogy el tudjál onnan rugaszkodni. Most ez akár egy, nem tudom, egy Oravesz-Mora idézet is lehetne. Tehát hogyha... nagyon durva a trauma ért téged? Hát figyelj, ez lehet egy trauma, ez lehet egy olyan sok hatás, hogy ez lehet csak egy ráébredés arra, hogy figyelj, ez az egész, ez egy óriási kamu, ez egy illúzió, ez, ez,
Ez egy Jézusom, tehát hogy ez egy Matrix. Ez egy nem működő, ez egy katasztrofális irány. Ez egy katasztrofális irány, amerre megyünk. Hát ez semmi nem igaz innen. Nem igaz a státusz, nem igaz a pénz, nem igaz a karrier, nem igaz a csillogás, nem igazak a kolgörjeid, nem igazok az autóid, ez semmi. Ennél valami tartalmasabbra vágyom. Ennél, érted, nem tudom. Na mindegy, tehát hogy egyrészt lehet ez egy ilyen felismeréstől, az, hogy felismered, ez semmi, vagy lehet egy óriási személyes trauma, vagy lehet, nem tudom, sok mindentől lehet. Az én esetemben ez egy személyes pokoljárás volt, amiből iszonyú kemény munkával valamennyire kirángattam magam, annyira, hogy ne fulladjak meg, és ennek a tapasztalatai vittek el egy olyan irányba, ahol mást keresek, valami mást, mint ezek a világ ilyen nem értelmetlen dolgok. Jött egy másik kérdés, mi a véleményed a szíriai helyzetről? Egyébként, hogyha erről szeretnél úgymond tényleg testközelből információt kapni, akkor a legutóbbi néhány adásban valamikor volt rá a vendégünk, aki pont szíriai, és ő is MC, és beszélt ezekről a témákról. Azt a műsort érdemes meghallgatni, amikor rá is Nagy Dávid volt a vendég, érdemes a YouTube-on visszakeresni, de azért kíváncsiak vagyunk a te véleményedre. Nem szívesen megyek bele, nagyon megosztó téma, hanem nyilván megmarul a véleményem. Nézd, annyit tudok mondani, hogy ez egy óriási teszt az emberiség számára most, és emberségből elbuktunk. Jó. Kérdezik, hogy mi lesz a live-val? Lesz live akkor? Jó, most a mostani műsorban? Igen. Egy akapellát nyomhatok, aha. Igen. Jó, akkor úgy lesz, hogy az utolsó zene előtt lesz egy kis akapella, és akkor úgy búcsúzunk majd el a műsorból, jó? Hogy ezzel a live-os témával, mondom a kedves hallgatónak, vagy az SMS írónak. Jó. Jöhet egyébként még a lassan vége az adásnak, de jöhet egyébként még SMS és Viber 0635 29 0755, vagy a Retterápia Facebookra is lehet írni. Mert lépjünk tovább, a második fejezet, EP, az már sokkal inkább metal, mint az első EP. Ott már bejöttek ilyen elemek, igen. Azzal egyébként, hogy eltávolodtál úgymond az igazi hip-hopos mondjuk elemektől. Uh-huh. Minden az, hogy ezzel nem az van, hogy többet veszítesz, mint amennyit nyersz vele? Nem számít, nem érdekel. Az jött ki, arra tudtam nyugodtan lehajtani a fejemet éjjel, az jött ki belőlem. Tehát, hogy nincs ilyen koncepció, hogy gyerekek, akkor csináljunk hip-hopot, mert mit tudom én, és akkor viszont ez nem lehet, tehát nem lehet más, csak ez, mert ezzel tudjuk elérni azt a targetet, nincs ilyen, érted? Ami kijön belőlem, azt fogom csinálni. Lehet, hogy a következő lemezem az annyira lesz old school, 90-es évek hip-hop, hogy még a beateket is megkérem az Ice-t, hogy adja oda, vagy mit tudom én, érted? Tehát, hogy nem, tehát, hogy lehet, hogy ez most ott az jött ki, illetve a harmadiknál az jött ki, ami... Nem fogom bekorlátozni zenei korlátok, zeneileg az Inlakes projekt erről szól, hogy zenei korlátok nélküli ritmikus magyar költészet. Igen, és szövegileg egyébként úgy érzem, mint hogyha az első fejezetet úgy kicsit kibontottad volna, mint hogyha az első fejezetnél a kezébe nyomtad volna a hallgatónak egy könyvet, és most kinyitnál egy kicsit. Igen, ez abszolút. Teljesen okay, egyetértünk. Okay, jól elmondtam. Okay, teljesen egyetértünk. Igen. Szuper. Mit gondolsz, hogy ez már egy sokkal érettebb Inlakes egyébként? Persze. Mint az első fejezet? Persze. De mitől lett érettebb? Hát ahogy én is haladok előre, tehát ugye ennek ez az értelme, ahogy haladok előre az életemben és változok, és számtalan változás történik, hívjuk ezt mondjuk lelki fejlődésnek. Ezzel együtt más szövegeket is fogok írni. Vagy legalábbis tehát hogy egy más célt lövök be. Tehát hogy az első fejezettel az volt a célom, hogy mindenki menjen valami nagyon sötét helyre, vagy menjen a... Hát mondod, hogy ne kármunk, hogy... De szóval az volt a lényeg, hogy igen. Tehát mindenki, ez az egész egy kamu, és mindenki menjen a francba. És ugye ahogy haladok előre, ahogy fejlődöm én is, illetve ahova szeretnék fejlődni esetleg, inkább azt lövöm be a következőkkel, és azt mondom, hogy figyelj, jó, tehát hogy muszáj, hogy a hang nem egy picit változzon, az én személyes fejlődésemmel is muszáj, tehát hogy mondom, tehát, hogy ezt a fuck you attitűdöt, ezt nem lehet, ez nem célra vezető, ehelyett kell alternatívát, megoldást kínálni, és pontosan ez irányba haladok. De igazából, ahol a legtöbb alternatívát mondom, az már a harmadik fejezet egyébként, ahol, ja, ahol, igen, ahol igen, már igen. Sokkal inkább tanácsokat is adsz egyébként arra, hogy hogyan
kezeld a világ nagyon fontos, megjegyezni, hogy ezeket a tanácsokat, meg ezeket az utasítást, vagy nem tudom, ezeket a tanításokat, vagy nem tudom, hidd, ahogy akarod, ezeket elsősorban magamnak írom. Iszonyú fontos, hogy én nem prédikálni szeretnék egy magas lóról, és nem lenézően oktatni a pornépet, szó sincs erről. Ezeket én elsősorban magamnak írom, hogy figyelj, ez az irány, öreg. Tehát tartsd magad ehhez. Figyelj, a mindegyik lemezemen vannak olyan dolgok, amit mondjuk 100 év elvonulás után se tudnék megcsinálni, vagy meglépni, vagy még 100 élet kell ahhoz, hogy érted, hogy helytálljak abban, amit mondok. Tehát, hogy ezek olyan előirányzott dolgok, amiket mondom, elsősorban magamnak vetitek elő, magamnak irányzok elő, hogy ezt meg tudjam lépni, e felé szeretnék menni. Tehát semmiképp sem afelé szeretnék menni, hogy figyelj, te is egy utolsó szarázi vagy, meg te is, meg téged is gyűlök. Ez egy borzasztó rossz irány. Ezt látjuk itthon is, mindegy, de sok helyen ez egy iszonyú keményen rossz irány. Tehát nem ez az irány, az az irány, hogy valami egész más kell legyen az irány, és ezt próbálom boncolgatni, igen, meg ezt próbálom előrevetíteni. Itt a harmadik fejezetnél én azt érzem, hogy először az a cél, vagy az a feladat, hogy így magadba tegyél rendet, és csak utána foglalkozzál abszolút, a többiekkel. Abszolút, hát ez nem csak a harmadik, tehát hogy ez egy általános igazság, amit most mondtál, hogy nyilván az ember csak akkor tud, tehát hogy először igen, és ezt össze is tudom kapcsolni egyébként szintén egy alapvető mondani valójával, az Illakes projekt egyik alapvető mondani valójával, hogy a forradalomnak ugye személyenként, személyesen kell megtörténni a személynek az elméjében és a szívében, tehát hogy elsősorban benned kell, hogy létrejön a változás, és úgy tudod esetleg a környezetedet megváltoztatni. Azt nem lehet kijelenteni, hogy figyelj, akkor ti most ott 100-an változzatok meg, mert tök szar, amit csináltok. Ez mar. És ugye végig ezt próbáljuk csinálni, mindig, mindenhol, meg azt mondja, akkor leváltjuk ezeket a politikusokat, és akkor majd jön egy másik csőcselék, aki még ugyanekkora, vagy ha nem még nagyobb az ember. Tehát, hogy érted, ennek nincs értelme, ezeknek hosszú távon nincs értelme. Annak van értelme, a személyes forradalomnak van értelme, az elmében és a szívben a személyes forradalomnak az, hogy én mától vagy tegnaptól kérlek szépen nem rúgok bele a szembe jövő csövesbe, vagy nem fogok gyűlölködni az interneten név nélkül, vagy nem, hanem megnézem, hogy én miért vagyok például ilyen ideges. Miért vagyok ilyen ideges mondjuk a na jó, ebben inkább most nem mondok inkább konkrét utalást, de mondjuk megnézem, hogy én mondjuk miért vagyok mérges XY-ra, Z-re, vagy erre az ideológiára, vagy erre a politikai elkötelezettségre, vagy megnézem, hogy ez miért zavar ennyire. És akkor aztán ez ki fog derülni. Tehát és ehhez kell viszont az önvizsgálat, amit azt beszéltük sokáig, ezt soha senki kb. Nem fogja megcsinálni, de az a lényeg, hogy ezek kiderülnének mind, hogy az embernek elsősorban magával van problémája. És hogy az ember magában rendet tud rakni, akkor ezek hogyha az ember mondjuk minden nap belenézne a saját trutyjába, akkor rögtön nem azt foglalkoztatná, hogy mit mondtak ezek a liberálisok, ezek tönkre teszik a nem tudom mit meg. Érted? Rögtön nem érdekelne, mert annyi problémád van neked magadnak, és annyira komolyan kellene kezedbe venni a saját életedet, és felelősséget vállalni a saját életedért, hogy az egy 1000-szer, 100 000-szer nagyobb feladat, mint mondjuk, érted, hibáztatni mást, vagy mást prüszkölni hülyeségeket másokra. Az igazság az, hogy én azért elég gyakran tapasztalom azt, még családom belül is sajnos, hogy megy a gyűlölködés a tévé irányába, hogy valaki szerepel a tévé, és hogy ez a mocsok, ez a szemétláda, ez mekkora barom, és hogy hát milyen hülyeséget mond. És én azt látom, hogy ez csak saját magának árt egyébként. Abszolút. De hosszú távon pláne, de rövid távon is csak magát idegesíti föl. Abszolút. Hát figyelj, én most körülbelül egy ilyen 5-6 éve már nincs tévém egyáltalán, és múltkor véletlenül az apósomnál két mondatot elkaptam egy híradóból. Figyelj, komolyan mondom neked, annyira lettem rosszul fizikailag, tehát fizikailag éreztem, hogy betámad, ez valami, mint valami rák, így elkezd marni egy ilyen két mondattól, mondom, híradó parlamenti közvetítés, kb. És az egyik rohadék hazudik valamit a másik, itt tök mindegy valamit össze-vissza hablatyolt, teljesen értelmetlen. Egész egyszerűen tényleg annyira keményen pusztít be ez a dolog az ember életébe, és igen, ezért iszonyú ártalmas is, persze. De hát ez a lényege, hogy nem csak a szellemileg, fizikailag, mindenféle szempontból nyomnak le ezek a dolgok. Ez egy óriási nagy felszabadulás, hogyha ezeket el tudja vágni, az ember el tudja engedni. Tehát ez iszonyatos nagy felszabadulás. És egyébként ezt javaslom, hogy ezt tegyétek meg egyébként, hogy csak a híródot engeditek el, és utána
egy hét múlva nem is fog hiányozni egyébként. Hát figyelj, az a legkeményebb pusztító kamu hazugság, marhaság a híradó. Híradó könyörgöm, ne idegesíts az, mert ezért ugyan már. Jó, minden jó. Harmadik fejezetben egyébként van egy nagyon, nagyon fontos, szeretnék kiragadni valamit az LP-ről, amikor a sötét középkorról beszélsz, hogy igazából azóta nem történt nagy változás az emberiség hát én, tudatában. Igen, ezt, nem is tudom, aztán a figyelőnek mondtam ezt egy ilyen interjúban, hogy igen, tehát ugye tudod, de igen, nem én találtam ki, tehát ez már itt a Hambas Béla is megmondta, tehát nem én szültem a spanyol viaszt, tehát szó sincs róla. Nem, hát egész egyszerűen nincs, hát nézd meg, hát van, nincs. Csak most éppen, most nem az egyház fenyít, meg nem azért fosunk, mert izé, mert mit tudom, akkor pokorra kerülök, hanem azért, mert mit tudom, mert nem lesz meg az a státusz, nem lesz meg az a pénz, és most meg éppen a ilyen marhaságokkal foglaljuk le magunkat, mint például ugye ezek a technikai fejlődés vívmányai, valami egy iszonyú nagy idézőjel. Iszonyú nagy idézőjel, technikai fejlődés meg fejlettség, és lefoglaljuk magunkat ilyen marhaságokkal, és mint valami hülye gyerekek. Csak régen a sárga tányérral, meg a fakockával, meg a búgócsigával, és most meg egy ilyen szar telefonnal, vagy ilyen marhaságokkal töltjük el a hasznos, értékes időt, amit tapasztalással is tölthetnénk. Azt most ilyen marhaságokra fordítjuk, mert ugye ez egyébként az én elméletem, ez mit tudom én, majd beigazolódik, vagy megcáfolódik, tehát hogy ezekkel a technikai vívmányokkal, technikai fejlődéssel semmi más célunk nincs a felvilágosodás óta, mint hogy megpróbáljuk leutánozni, most lehet, hogy erős lesz, de hogy a terem, tehát hogy az Istenit, a teremtést, az, hogy egy falevél, az miért úgy, az hogy néz ki? Hát, atya úristen, láttál már közelről falevelet? Megőrülsz. Hát csodálatos, meg lehullik, akkor újra, és akkor meg kivirágzik, érted? Tehát, hogy tökéletesen működik önmagától. Míg ezt a szart, hogyha lemerül, utána dobhatod ki a kukába, hogy vághatsz rajta hagymát, érted? Lecsónak. Tehát, hogy ez, és ezzel, ez ilyen marhaságokkal próbáljuk utánozni azt, amit elhajítottunk magunktól, ugye? Mert a felvilágosodás óta ugye nevetünk ezen. A hit, meg a izé, meg ugye az egyházak tettek róla rendesen, hogy megutáljuk ezeket a óriási nagy tévedés, összekeverni a hitet, vagy az Istent, vagy hogy egy kalap alá vonni az egyházzal, ugye, mert semmi közük hozzá gyakorlatilag, de mindegy, ez is csak az én személyes véleményem, de hogy ugye ezt elvesztettük az igaz hitet, elvesztettük tehát hogy ezt a metafizikai részét, ez kimaradt az életünkből, és ezt próbáljuk, ezt az űrt betölteni ezekkel a marhaságokkal, érted, amit kihúzok a konnektorba, és megszűnik létezni. És ez egy óriási nagy tévedés. Ez egy borzasztó nagy tévedés, és a figyelőben azt mondtam egyébként, hogy egy szál lehullott falevélbe százezerszer több csoda van, mint a legprofibb mobil kommunikációs eszközben. Itt a végére jött egy kérdés, hogy milyen könyveket javasolnál olvasásra? Ó, gyerekek, hát ez nem tudom, könyvtárnyi, nem tudom, sok minden. Most hirtelen... Nem tudom, attól függ, hogy mi az érdeklődési kör, mert érted, mondjuk gazdaság, politika, szociológia. Gyorsan megírhatod. Nem tudom, hát figyelj, nem tudom, de akár Marxtól el lehet kezdeni, érted, a klasszikus filozófusok, ha bár mondjuk az a kicsit idegesítőek, amikor filozofálnak, hogy mi a szubjektum, meg a izen, tehát ez egy kicsit idegesítő, de mondjuk, de mit tudom én, érted, nem tudom, számtalan, attól függ, hogy mi az irány, az, hogy egy picit ilyen metafizikai, vagy filozófia, vagy gazdaság, vagy szociológia, vagy mit tudom én, tehát hogy... Arja, lelki-spirituális. Lelki-spirituális? Nem tudom, figyelj, számtalan, nem tudom, fogalmam sincs. De nem ez a lényeg, hogy mit olvasol el. Tök mindegy, ez pont most itt a szünetben mondtam neked, hogy elolvasod a teljes izét, az összes, az Upanishadokat, meg az összes védikus 10.000 oldal irodalmat, hogyha te a saját életedre nem tudod vonatkoztatni. Meg értem, most lehet itt osózni, meg ilyen-olyan mesterek szavait hallgatni, de nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy te az saját életedbe honnan, hova jutsz el egységnyi idő alatt. Tehát, hogyha tavalyhoz képest mostanra nem vagy egy utolsó senki házi szemét csaló, akkor az egy jó irány, az egy spirituális út, az tök jó, az teljesen rendben van, de hogyha mondjuk kell útmutatás, vagy kell tanítás, nem tudom, írjál rá a Facebook oldalamon, és akkor megpróbálok, nem tudom, de hát könyvtárnyi, hát számtalan, nem tudom, most mondjuk mi legyen a legutolsó, amit én olvastam már, mondjuk nem tudom, fogalmam sincs, tényleg nem tudom, nagyon sok minden. Jó, sok-sok minden van egyébként, érdemes szétnézni a könyvek között. Na de akkor készültünk még egy aprósággal, egy kis live, ja, igen, live tudsz, amit itt a műsor végére. Na akkor miről lesz szó, mi lesz ez, amiről? Hát ez a harmadik lemezemnek a záró tétele, ez egy erősen szervezett egyházellenes tartalom.
de ez is azért rengeteget fejlődött az első lemez óta azért, tehát hogy egy kicsit visszavettem a hangnemből, meg igazán körüljártam a témát, tehát hogy én most már mondhatom, hogy évek óta kutatom hát főként a keresztény egyháznak a hazugságait, de minden más, tehát hogy én 18 évesen a kristnásokhoz jártam sokat, és minden egyes szervezeti egyházon meglátom azt a, hát elkerülhetetlen emberek, gyarló emberek csinálják mindenhol, azaz előbb-utóbb szembe jön valami, ami kiüti a maradék agysejtjeidet, és azt mondod, hogy hát ez figyelj, ezek ti is csak pontosan ugyanolyan semmire kellők vagytok, mint az összes többi. De tehát, hogy ez fontos, fontos elkülöníteni a hitet, az egyházat, az Isten, nem tudom, tehát hogy fontos, hogy megtaláld a saját neked való, neked szóló tanítást, és nem szabad elköteleződni ide, vagy oda, vagy amoda, és letenni a voksodat, mert hogy ezeknél van az igazság. Ilyen nincs, ez nem létezik. 7 milliárd embernek 7 milliárd hitrendszer jár. Ennyi. És akkor jön a live-os rész. Le is keverem az alapzenét, hogy ne ez a live-os. A kapellába mehet. Oké, lehet. A krízis, amit élünk, már az özönvíz óta, nem a politika, nem a gazdaság recessziója, a dekadencia egyre mélyülő kútja, csak okozat, mélységes felejtésünk fúrja, elfelejtett önvalónk mély álomba ringatva, a tudatos létezésről leválasztva, kiiktatva, Istenről beszélni, ki a szeretetet adja, de csak annak, ki tarthatatlan törvényeit tartja, míg azon megy a vita, hogy Isten vagy tudomány, keleti tanok vagy, nyugati hagyomány, Krisna vagy Krisztus, Allah vagy Elohim, addig nem nyílnak rések, az akas a kapuin, mikor szentelen emberek szenteket avatnak, antikrisztusok hirdetnek krisztusi oltalmat, az Isten nevében bírnak istentelen hatalmat, igaz tanítások száműzve az apokrifek hallgatnak, teremtő és teremtés szétválasztása, hogy érted, hogy a teremtő a teremtményét bírálja, bűn, kárhozat, pokol, fantazmagóriája, kígyó éppen az, ki azt mondja, ne harapja az almába, zsinatok megállapodása, szentírás kanonizálása, minden más tanok agresszív, démonizálása, a szeretet, az emberség, a józan észbukása elveszik, mint Jézus reinkarnációs tanítása, csak az ostoba hirdeteti, hogy az övé minden tudás, a bölcs felnéz az égre, elnémítja a végtelen ragyogás. Minél hangosabb a kórus, annál hamisabban cseng, minél mélyebb a megértés, annál nagyobb a csend. Én vagyok az út, az igazság és az élet, az én karmám, az én bűnöm, az én kötelezettségem, az én sorsomat senki más, csak is én teremtem, menthetem. Ha úgy alakul, kész vagy te is meghalni a kereszteden. Hiszek egy magasabb rendű intelligenciában. Hiszek az egyház évezredes romlottságában. Hiszem, hogy a kirekesztés az eredendő bűnnél többet árthat. Hiszem, hogy máról holnapra bárki jobb emberré válhat. 7 milliárd embernek 7 milliárd hitrendszer jár. Hiszem, hogy egyik sem különb a másikén áll. Hiszem, hogy egy panteonban mindenkinek van hely, csak ott nincs, ahol telve van két eljjel félelemmel. Korlátlan örök, határtalan szabad, korlátok, határok, szabályok közé ragad, ahogy a saját képére formálja, az ember állata magát kiválasztó néputjába, semmi nem állhat. Korlátlan az, aminek korlátja nincsen, vajon szabad-e az akarat, ha bünteti az Isten, vajon büntetlen az, ki rámutat a bűnösökre, vajon őrült az, ki rámutat az őrületre. Határtalan az, aminek nincsen korlátja, egyessége, szövetsége, törvénytáblája, szeretetének nincsen ára, nincsen birtoklási vágya, szeretteit, halálát, soha nem kívánja. Vicsorgó, féltékeny, bosszú, szomjas ember állat, vajon mikor tartod oda neki a másik orcádat? Az ösztöneid azt súgják, vadász vagy levadásznak, ó, ha tudnád, hogy a vadász is csak félelemből támad, atyám, bocsáss meg, nekik nem tudják, mit cselekszenek, az ő szeretetüknek még feltétele, hogy más gyűlöljenek, adj nekik tudást, hogy házadat újjáépíthessék, az Isten országát ne kívül belül keressék. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk. Köszönjük, hogy velük tartottatok, tartsátok meg jó szokásotokat is, jövő héten Artos Csabi lesz a vendégünk. Még egyszer jó éjszakát, Inlekes, köszönöm, jó itt voltál. Éjszakát, köszönöm szépen, hogy itt láttam. Sziasztok! Keressetek minket a Facebookon, facebook.com/terápiagyöngyös. A műsor partner oldala a közértes.hu.